ez már megint egy teszt videó. Aha, már megint, mert én vagyok a vidéki srác, aki fogja és leteszteli bármit. Fogom, letesztelem, és elmondom a véleményem. Ha érdekel, ha nem. De gondolom csak érdekel, nem? Címmel lehet látni, hogy mit hoztam nektek. Maradjatok a videó végéig. Érdekes lesz. Izgalmas. Hogyan jutottam hozzá? Úgy jutottam hozzá, hogy melóhelyen egy targis srác rendelt egy tálcával. Én múltkor láttam, hogy neked van ilyen energiátod, komoly! Szóval persze adok neked egyet. Kaptam tőle egy Zsozi atyás. Menő ember energy-t. Ide szlogen nem kell. Hidd el. Ugye már fölbontottam, de még nem kóstoltam bele. Viszont alapklasszik tutti frutti íze van. Minek töltsem ki, ha egyszer a sima tutti fruttis energitalnak mindegyiknek szinte ugyanolyan színe van. Bocsánat. Színe. Szóval. Doboza az valami eszméletlen, jó? Zsozé atya, én is üzenem, hogyha látod ezt a teszt videómat, akkor eszméletlen jó lett a doboz. Viszont a zene nekem nem nagyon jön be. Jó, vannak jó ritmusok benne, de lehetett volna még rajta egy kicsit csiszolni. Én őszintén megmondom a véleményem, de viszont brutál jól néz ki a dobozod. Szóval Zsozi atyát nem kell bemutatnunk, mert ismerjük. Aki ismeri, tudja milyen. Milyen egy állat, de viszont rohadt jó állat. Nagyon menő, nagyon jó csávó. Néha-néha néztem videóit. Őszinte vagyok, ennyi. Szóval, térjünk vissza, szerintem teszteljük le, és kóstoljuk meg. Mert ugyanis én letesztelek minden üdítőt, meg dolgot, és elmondom a véleményem. Ahogy mondtam a legelején. Egészségetekre. Kicsit olyan hellre hajaz, úgy ízben, de viszont nem teljesen. Inkább az ilyen olcsó kategóriához hasonlítám, de annál egy picit föntebb. Ha be kéne lőnöm, hogy körülbelül milyen ár arányba venném meg, ha megvenném, mert ugye kaptam, de ha megvenném, akkor ilyen árérték arányban 2 és 300 forint közé tenném. Viszont nem is a íze miatt veszik, hanem Zsozi atya arca miatt. Bázony. Kell mindenkinek a polcra egy ilyen, úgy látom. Aki imádja Zsozi atyát, persze. Viszont én nem rendelnék tőle egy tálcát, mert soknak találom, meg hát egy teszt videóra egy tálcának itt az sok lenne. Nos, köszönöm szépen, hogy végig velem tartottál. Én vidéki srác voltam. Ez volt az Ember Energy Drink. Ide szlogán nem kell. Ha tetszett a videó, ne felejts el lájkolni, ne felejts el feliratkozó gombot benyomni, illetve a csengőt, hogy értesülj a legfrissebb videóimról. Bezony, hiszen legközelebb megint jövök, tesztelek, és elmondom a frankót. Vágod? Na cső.